Ön elmegye választani június 9-én? Ez a kérdésünk, amelyre nézőktől várunk választ, de vannak egyéb témáink is, mutatom is, hogy kikkel és hogy miről beszélgetek. Magyar Péter 9 kérdésre vár választ, szombatra pedig tüntetés szervez a Kossuth térre. Az általa nyilvánosságra hozott felvételről azt mondta, az csak a jéghegy csúcsa. Karácsony Gergely és Vitézi Dávid is vitázna, de egyelőre csak üzengetnek egymásnak. A Fidesz szerint Karácsony Gyurcsány embere, Karácsony szerint pedig Vitézi a Fideszé. Az Egyesült Államok Budapesti Nagykövetsége egy videóban azt állítja, hogy hazánk egyre jobban függ Moszkvától. Magyarország a törökökön keresztül is vásárolhat orosz gázt. Már minden 8. forintjukat külföldi bankszámlán tartják a magyarok. A teljes összeg elérte az 1700 milliárdot. Az orosz agresszió is felpörgette a folyamatot. Mai vendégeink. Szendefi Mária, az LMP elnökségi tagja. Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke. Póta György, gyermekorvos. Ez az Aktuál. A stúdióban Bodac Balázs. Üdvözlöm Önöket, nézzük tehát, hogy a kérdésünkre eddig hogyan válaszoltak. Van még egy szűk órájuk, hogy az online felületeinken kifejezzék az álláspontjukat. Nevezetesen elmennek-e választani június 9-én? 91% a válaszadóinak azt mondja, hogy igen, 9% pedig azt mondja, hogy nem. Vendégeimet köszöntöm a stúdióban. Témánk lesz majd ez a kérdés is természetesen, de először nézzük azt, hogy Magyar Péter mivel kezdte a hetet. Először is Rangos Katalinnal beszélgetett, ebből nézzünk meg néhány állítást. Csak a jéghegy csúcsa, ezt mondta Magyar Péter Rangos Katalinnak arról a felvételről, amelyet a múlt héten az ügyészségi meghallgatás után közzétett. A felvétel nyilvánosságra hozataláról azt mondta Magyar, hogy a szükség törvényt mond. Meg van olyan közérdek, amikor azt gondolja az ember, hogy olyan eszközt is meg lehet engedni, amit egyébként nem. Ha időben kapcsolt volna, akkor szerinte még időben az EP választás előtt bejegyeztethetett volna egy pártot. Most már inkább már meglévő pártokkal tárgyal egy fúzióról, bármint mondta, párat már Tóni kilőtt, volt, akit megzsaroltak, vagy megvettek, állította Magyar Péter. Igen, szóval milyen lehetőségek vannak arra, hogy ő a politikai életben oly módon is szereplő legyen, hogy ennek legyen valamilyen szervezeti háttere is, mert most olyannyira one man show-ról van szó, hogy még szervezet sincsen, csak egy színpad, meg ő. Hát igen, szerintem a fő kérdés itt az, hogy tényleg megtalálja-e ezt a pártot. Ugye tudjuk, hogy létez... Az LMP-t nem kereste. Ezt a minket nem keresett, mi se őt, ez az igazság. Tehát kisebb pártok között keresgél, akiket gyakorlatilag a nézők nem is ismernének, tehát nem parlamenti pártok között, én úgy tudom, hanem bejegyzett, 20 éve létező kis pártok között, mert itt nyilván ő csak akkor tud elindulni, hogyha talál egy szervezetet, aki őt a listájára fölveszi nyilván listavezetőnek, mert már az az idő lejárt, hogy ő bejegyezhetett volna bármilyen egyesületet vagy pártot, amivel elindul. Tehát neki meg kell találnia adminisztratív okokból azt a szervezetet, amivel el tud indulni. És akkor úgy igen, egy párt az nem egy emberből áll, tehát akkor még azt föl kell neki építeni. Azt látjuk, hogy azért ő valószínűleg nem egyedül van, de nem tudjuk, hogy kikkel. Tehát ez egy nagy kérdés. Számomra újságíróként a magyar politikai eseményeknek talán most a legérdekesebb vagy legizgalmasabb része az, ami teljesen láthatatlan. Magyar Péter pártot keres, ahogy a Szendefi Mária is mondta. Van egyébként 160-80 kis párt van Magyarországon, tehát ha elmegy az ember a boltba, hogy pártot akar venni, akkor lehet éppenséggel, ha van eladó. Venni se kell, mert... De most ez a venni, ez... Csak azért mondom, hogy ez igen. Speciálni pénz se kell, igen. Én úgy tudom, hogy majdnem 200 párt van bejegyzés alatt, amik bármelyik el tud indulni, és ezek között akár olyan nevű is van. Biztos vagyok benne, hogy az elmúlt 30 évvel akár talpra magyar néven is bejegyezhettek magyarhoz. Nem néztem meg. A magyarok pártja biztos van, ilyen is. Tehát én nem, és akkor Magyar Péter, mint a magyarok pártja. Tehát rendben van, tehát fog találni ő megoldást erre. Szerintem már talált, tehát én azt gondolom, hogy ez megvan oda. Bejelent, ha ezt nem jelenti április 6-án, az egy komoly súlyos hiba lesz, mert ha oda tényleg kimegy sok tízezer ember, azoknak ott valamit mondani kéne. A Magyar Péter elég régóta
ügyesen uralja a kommunikációs mezőnyt, lényegében letakarított onnan mindenkit, tehát csak mi is róla beszélünk itt. És az összes média felület jelenleg az ő, nagyon rég volt ilyen, hogy nem a Fidesz diktált. És most magyar diktál, diktálja a tempót is, és diktálja a beszélgetés tárgyait is, de azért valamit időnként mondani kell. Mert ha meghallgatjuk ezt a eddig nagy leleplezésnek gondolt egyperces, egyébként szerintem teljesen elfogadhatatlan telefonfelvételt, ugye el tudom képzelni azt a családot, ahol valaki elveszi titokban a telefonját, és feleségemmel erről beszéltünk, amikor ez előkerült vasárnap az ebédnél, hogy te jó Isten, hogy mi lehet olyan fontos az én életemben, amikor a saját élettársammal, a gyermekeim anyjával vagy apjával, most mindegy nekem melyik oldalon, fölveszem a beszélgetést. Mi kell ehhez? Milyen szándék? Szóval döbbenet az egész, tehát én nagyon rosszul élem meg ezt az egész történetet. Ugyanakkor látszik, hogy erre van igény, tényleg messiásszerű magyar megjelenés, itt húsvétkor talán ennek van egy sajátos értelmezése is. Nagyon sokan, akik borzasztó elégedetlenek régóta, és leginkább az ellenzékkel elégedetlenek. Tehát ahol magyar most tart, az az ellenzéki szavazó. Új oldal. Az ellenzéki pártokkal elégedetlenek a 22. április 3-án, pont két éve ünnepelhetünk, kudarc után a gyászmunkát nem elvégző politikai pártok, azóta sem a magukra találó politikai pártok ma büntibe vannak, és a büntetés jelenleg az Magyar Péter számukra, aki elszívja nem csak a média felületet, hanem lassan azt látom, hogy a szavazókat is. Egyelőre a legutóbbi mérések alapján, a legutóbbi mérések azok is, melyik intézet mikor hoz ki méréseket, szóval végig lehetne menni, mert ebben Horn Gábor akár segíthet is, de azért azt látjuk, hogy radikálisan nem csökkent a támogatottsága az ellenzéki pártoknak az utóbbi időszakban, és a bizonytalanoknál sem látok olyan szignifikáns csökkenést, annyit tudunk, ezzel érvel egyébként Magyar Péter is, hogy több százezeren elhagyták a Fideszt, és így aztán van egy másik fajta merítés, ahonnan számára adódhatnak szavazók, de úgy, hogy mérhető már az, hogy egy még nem létező pártnak mekkora a támogatottsága, de azért tudjuk, hogy pártja egyelőre még nincs. Igen, de az egyik kapcsolatban, amit a Gábor mondott, mondjuk azt, hogy őrült nagy a remény az irányába, és éppen ezért őrült nagy az elvárás. És valóban így van, hogy hát csúnyán és pestiesen mondva most már virítani kell valamit. Tehát a várakozást az tényleg kommunikációs szinten szerintem zseniálisan, te is azt mondtad az előbb, hogy már urajak, tehát fölkorbácsolta az összes várakozással kapcsolatos gondolatot, mindent, de éppen ezért, miután nagyon sokan pont azért elégedetlenek, vagy a kormánypárttal, vagy az ellenzékkel, mert mindenki mond valamit, de igazából nem történik semmi, tehát a végeredményt nem látják a szavazók, és most szerintem őtől is azt várják, hogy most már végre akkor történjen valami, akkor most már legyen meg kézzel fogható eredménye ennek a cunaminak, amit ő most itt a magyar belpolitikában végrehajtott. De az számomra az érdekes, hogy amit mondasz, ez valóban létezik nyilván, ez a jelenség, hogy akiben bízunk, akire már azért általános többes szám első személyben beszélek, a költői én beszél belőlem, tehát hogy a közönségnek az a része, amelyik vár valamit, jellemzően az volt, hogy azok a pártok, akik nekünk szimpatikusak, azoknak a vezetőit csináljanak már valamit, találjanak már ki valamit, akciózzanak már valamit, dobjanak már be valamit, mutassanak már egy víziót, de itt, mintha az volna a várakozás, így, hogy nincsen pártja Magyar Péternek, így azon a vállalat, hogy jöjjön már létre egy olyan szervezet, amelyben az őt támogató, vele szimpatizáló állampolgár is úgy érezheti, hogy aktívan be tud kapcsolódni. Nem arra várnak, hogy valaki mondjon valamit, Magyar Péter mondott annyit, amennyit az ő támogatók számára nagyon fontos. Arra várnak, hogy maguk, ők, mint polgárok, azok valamilyen fajta aktivitást ki tudjanak fejezni, amihez jelen állás szerint egy szervezet kell. Akkor ha egy mondatot, elnézést, azt gondolom, hogy az emberek tartozni akarnak valahova. Tulajdonképpen ezért van az, hogy pártalapú nálunk alapvetően
a belpolitikai élet, és ezért van az, hogyha megnézzük ezeket a közvéleménykutatásokat, ott is ugye a biztos pártválasztók, tehát aki eleve ragaszkodik egy pártjához, tulajdonképpen mondjuk, hogy a kormány a Fidesz ebből él most már nem tudom hány éve, hogy megtartja azt a magot, és azzal végül is egészen jól el lehet lavírozni és választásokat nyerni. Tehát jelen pillanatban ezért érzem azt, amit mondtál, hogy mindenki valahova tartozni akar, és onnan várja az ő igazát, vagy azt, hogy az történjen, amit ő szeretne. Jelenleg én legalábbis így látom, hogy most egy ilyen csalódott állapotban vannak, amire te is utaltál, és talán ez okozza azt, hogy egy olyan várakozást, hogy akkor most akkor beállhatunk mögé, és ez valóban egy akármennyire jól csinálja, de egy szervezet nélküli one-man showhoz nem lehet beállni mögé. Legalábbis belpolitikai vagy választások is szintén. Hát igen, de itt azért több szót kimondhatok, ami fontos, az egyik az a csodavárás. Egyébként szerintem most leginkább azok a pártok vannak bajban, akik csodavárást hirdettek, mert kiderült, hogy van jobb, aki ezt a csodavárásnak meg tud felelni, és ezeket az igényeket ki tudja elégíteni. A másik pedig az, amit említettél, hogy ugye az emberek, mondtad azt hiszem, hogy a politika, hogy Magyarországon pártok alapján működik, hát máshol is. Tehát tegyük hozzá, hogy mindenhol, amit ismerünk, legalábbis nyugati demokráciákban, pártok működnek, és ez egy nagyon ellentmondásos helyzet, hogy az emberek, valóban van egy ilyen csodavárás, egy ilyen messiásvárás, feltűnnek emberek, akikbe beleszeretnek, azért ne felejtsük el, ilyen volt például Márki-Zay Péter is például, vagy influencerek, és van egy ilyen pártellenesség, tehát hogy azt gondolják az emberek, hogy a párt az egy ilyen nagyon rossz dolog, és akkor akinek még nincs pártja, vagy párton kívül, vagy pártvilágon kívülről jön, na az jó lesz, akkor abban nagyon hisznek, és aztán csalódnak egy nagyot, mert minden szervezet, ahogy a Márki-Zay Péter szervezete is a civil mozgalomból eljutott egy párthoz, a Magyar Péter mozgalma vagy van mensója is éppen ezerrel menetel afelé, hogy párt legyen. Ezt valahogy a választóknak meg kéne tudni emészteni, hogy szavazni, meg csak pártokra lehet. Úgy lehet, tehát, hogy az ő támogatói nem, hogy meg kéne emészteni, hanem alig várják. Tehát ők éhesen akarnak emészteni. Ott úgy látszik, hogy még nagyon nagy a várakozás, és ők még tényleg azt mondják, hogy akkor ezt a pártot, a Magyar Péter pártot, azt majd elfogadjuk, de majd nagy kérdés lesz, hogyha ez majd tényleg párt lesz, és pont ez a veszélyes sokszor, hogy Magyar Péter őt mondjuk imádják, de egy párt nem egy ember van, tehát ott majd meg fognak jelenni más emberek, és kérdés az, hogy az ő megítélésük hasonlóan pozitív lesz-e ennek a nagy közönségnek, mint Magyar Péteré. Nagyon rövid az idő, tehát 2 hónap múlva lesznek ezek a választások, és addig ezt akár ki is lehet bekkelni, tehát az a fajta szerves fejlődés, amit hiányzik, hogy nem tudjuk, hogy kik állnak a dolog mögött, nem tudjuk, hogy ugye itt egy listát kell állítani majd, ahol emberek lesznek, és nem csak a magyar, kik lesznek ők, kik ők, ismerjük-e őket, visz vagy hoz, akik ott állnak mellette majd. Ezek mind nyitott kérdések, de ez a rövid idő akár ezt meg is lehet úszni. Tehát ez megtörtént. De ne felejtsük el azért, hogy csak kicsit reagálva, hogy a Fidesz elvesztett 1,3 millió szavazót 2022. április 3-a óta, ami azért nem olyan nagyon kevés. Ugye 3,3 millió szavazója volt, most 2 millió körül van. Ezzel azért már sokat nem lehet ugrálni, ráadásul a fideszes szavazók is a kedvüket veszítik el. Nekünk a márciusi kutatásunkban 6%-kal ponttal csökkent a biztosan elmenőkben a fideszes szavazó. Éppen idefele jövett, letettem a telefont a call centerünkkel, mert akarta megmondani éppen az április adatokat, de most nem tudom elmondani, mert ide érkeztem. Nem tudom elmondani, hogy most milyen... Ha van valami friss, akkor engedélyezem, hogy visszakapcsolj a telefont, és akkor... Nem, csak egyet mondott, mert most először megmértük magyar pártját is, de nem úgy, mint a múltkor a medián, hogy ha véletlenül elindulna, nem betettük a pártok közé, hogy jól szerepelt. Azt nem, tényleg nem mondta el, mert még dolgoznak rajta, csak hogy meglepőek lesznek az adatok, mondta nekem. Hát majd meglátjuk, ezzel ki fogunk jönni a holnap után ezzel adatsorral. De a leginkább most ez a történet, amit látunk, azokra a pártokra veszélyes, akik azt építették, ma nem a csodavárást, hanem azt építették magukra, hogy politika ellenesek. Tudnélik, itt megjelenik egy náluk jobb politika ellenes szervezet. Tehát a kutyák, akik ugye
nagy siker elé nézhettek volna, ha nincs Magyar Péter. A Momentum, aki ugye az utolsó pillanatban neki ment a szövetségeseinek, és próbál újra építkezni, bizonyos értelemben az LMP is, mert az LMP is ezzel a középutasságával veszíthet szavazatokat. Érdekes módon legkevesebb talán a Gyurcsányféle stabil választókört érintheti ez, mert azok nagyon elkötelezettek. Igen. Tehát ott is van egy hívő tagozat. Jóval kisebb kiterjedésű, mint Orbán esetében, de az létezik, és ők el fognak menni szavazni. És ne felejtsük el, hogy láttam ezt a 91, vagy mennyi volt a 91-9 az igen. Igen, most én nagyon meg lennék lepve, hogyha 55%-nál magasabb lenne a részvétel. Na igen, tehát az volt. Itt a politikai lát, ez nem reprezentatív, igen, világos, csak azért, kétes válasz, de mindig elmondom. A mi kutatásunkban is nagyon magas a bizonytalanok aránya. 92-8, amióta elkezdte a mondatot nélkül. Még többen van. Tehát azért ezt látni kell, persze itt a politikailag aktívak nézik ezt a műsor. Nyilvánvaló, persze. Tehát látni kell, hogy azért ez egy bizonyos értelem, elnézést, hogy ilyet mondok, kisebb téttel rendelkező, azt akartam, hogy tét nélkül, de ez nem igaz. Kisebb téttel rendelkező választás, a magyar megnövelheti a tétet a jelenlétével, igen, tehát ez följebb viheti, igen, az 50-ről akár 55%-ra a részvételi hajlandóságot, de a bizonytalanok, biztos vagyok abban, nem fognak részt. Nézzük meg azt, Magyar Péter posztolt ismét, és 9 kérdést tett föl. Kicsit össze is vontuk meg, hogy elférjen a képernyőn, 6-ot ábrázolunk ebből, azokat is rövidítve, úgyhogy igen, szövegkörnyezetéből kiragadva, stb., ahogy szoktuk mindig. De na mindegy, a lényeg az, hogy tartalmilag nem csorbítottuk mi ezt a 9 kérdést. Igaz-e, hogy a végrehajtói kar korrupt elnöke Rogán embere, kérdezi Magyar Péter, vagy hogy Rogán emberei kihúzathattak-e anyagokat a nyomozati iratokból, vagy elvárható-e, hogy az ügyészség objektíven vizsgálja önmagát, és milyen ügyben hallgatták ki Varga Juditot, továbbá mikor hallgatja meg az ügyészség a kormánytagokat, illetve a miniszterelnököt, és maga alá akarja rendelni a kormány az ügyészséget. Még volt olyan kérdés is, hogy valóban van-e olyan javaslat, hogy az igazságügyi miniszter beletekinthessen az ügyészség előtt folyamatban lévő ügyekbe, például még ez is ide tartozik. Szóval ezek a kérdések, ezek mind arra az egyperces hangfelvételre vonatkoznak, amiről való sok vita van. Az egyik vita, hogy mennyire etikus, hogy fölvette vagy nem. Magyar Péter maga azt mondta, Rangos Katalinnal folytatott beszélgetés, ezt megtalálják egyébként fönt a YouTube-on is néhány nappal ezelőtti. Aznap készült egyébként a felvétel, amikor Varga Judit interjúja megjelent Hajdú Péterrel, közben folyt ez a beszélgetés, egy közönség találkozó keretében. Szóval ezek a ott azt mondta erről Magyar Péter, hogy valamikor szükség törvényt bont, olyan fontos közérdek kapcsolódott a hangfelvétel elkészítéshez és nyilvánosságra hozatalához is, amely bár tudja, hogy vannak ennek erkölcsi aspektusai, de mégis, tehát az ott egy történet, ez meg egy másik történet. Folyik ez a vita a felvétel készítéséről, mint hogyha háttérbe szorulna a felvételen hallható mondatoknak a tartalma, az állításoknak a tartalma, amely minden mondat külön-külön vizsgálatot is megérne, és a jog által kéne, hogy megmérettessék, és nem tudjuk valóban, hogy Varga Juditot milyen ügyben hallgatták meg az ügyészségen tanúként, és hogy őt mit mondott. Igen, hát, ez... igen, tehát ugye soha semmi nem fekete-fehér, és ugye azt is tudjuk, hogy a Fidesz, hogyha talál valami fogást, akkor azt megtalálja és megfogja. Ugye pletykákat már mi is hallottuk még a kirobbanás előtt, hogy itt ez volt a fogás, vagy hogy itt családon belül ki tudja, mi történt. Csak ez nagyon fontos lenne, hogy szét tudjuk ezt választani. Tehát az egyik az egy magánéleti probléma alapvetően, a másik az meg egy közügy. És ugye nekünk politikusoknak, meg véleményformálóknak alapvetően itt a közügyre kéne koncentrálni, tehát valóban arra, hogy történt-e itt bármi az ügyészségi iratokkal, előfordulhat-e az, hogy bárki manipulálja Magyarországon az ügyészségi papírokat, mennyire érintett Rogán Antal, stb. Stb. A magánéleti szál. Én azt mondom egyébként, hogy minden ember fontos, tehát én nem akarom ezt egyáltalán elbagatellizálni, meg Gáborral is abszolút egyetértek, hogy nyilván egy jó érzésű emberbe ez furcsa érzéseket szül, hogy valaki a házastársát, akár még válófélbe is, de fölveszi egy diktafonnal. Viszont azért azt kell látni, hogy azért rettentő hiteltelen, amit a Fidesz jelenleg csinál, mert a Fidesz politikát soha nem csinált az úgymond nőügyekből, nőügyekkel nem foglalkozunk, ugye ez volt a híres mondás, meg a vakkomondoron azért volt, aki átesett, és az nem lett valahogy ekkora közügy. Tehát amikor először a válaszukról megjelentek a hírek, ők maguk közös közleményben kértek, hogy gyermekeikre való tekintettel ne firtassa a nyilvánosság az akkor ő magánéleteket. Hát igen, akkor még tekintettel, utána már ez politikai, egyébként nagyon akceptálható emberi érdek, vagy emberi álláspont is volt, tehát igen. Újságíróként igen. Én nem viszkedtem, hogy nem kell piszkálnom őket.
Abszolút. Ebben a tekintetben. Nem volt furcsa, hogy most viszont politikailag van jelentőség annak, hogy az ő magánéletük az mennyire van a nyilvánosság előtt. És hát nyilván ez bizonyos kommunikáció és politika csináló köröknek az érdekeit. Hát igen, csak bocsánat, egy mondat, tehát akkor lenne ez hiteles a Fidesztől, hogyha például pont nem Varga Judit agitált volna az isztambuli egyezmény ratifikálása ellen. Tehát ez akkor közügy, hogyha minden más nőt is megvédünk a családon belüli erőszaktól, akkor ez teljesen ők jogosan jöhettek volna ebbe, ez így azért egy kicsit diszonáns. Azért ez, tehát én nem értek ezzel egyet, hogy ez akkor lenne közügy, nem. Azzal a mondattal értek egyet, amivel kezdtél, hogy ezt ketté kéne választani, és valóban ez a probléma, hogy a felvétel erkölcsi, etikai hátteréről vitatkoznak, vagy legalábbis beszélnek sokkal többet, mint az elhangzottak, és valóban így van, hogy most már gyakorlatilag mindkét fél, és az utóbbi időben azt kell mondani, hogy éppen számomra, mint gyerekekkel foglalkozó szakember számára döbbenetes az, hogy az édesanya az, aki még jobban beleállt ebbe, hogy ezt az egészet fölturbozza. Szándékosan nem akarok arról beszélni, mert nem tudom, és nem is érdekel, hogy most ki adja a szájába, meg ki mit mondat. Alapvetően én nagyon nehezen, körülbelül olyan rosszul érzem magam ebben a kérdésben, mint Gábor az előbb, amit te mondtál, hogy hogy veszik föl, hogy képes valaki egy ilyen szituációban, egy politikai haszonszerzés okán még jobban a gyerekeket beletolni egy ilyen, hát finomnak nem nevezhető médiakampányba. Ezt még akkor is, hogyha minden szava igaz volt, amit a házasságáról elmondott, mert ezt nem tudjuk, nem voltunk ott egyikünk se, de ezt a részét én nem tudom elfogadni, amit vele csinálnak, vagy amit ő csinál, hogy kinek a hatására vagy nem hatására, ebbe most nem menjünk bele. Folytatni fogjuk még a témát, de most egy rövid szünetet tartunk, azért megnézzük azt, hogy hogy alakul a szavazás, ami, ahogy mondtam, nem reprezentatív és önkéntes válaszadáson alapul. Itt az ATV-n 93% a válaszadója mondja azt, hogy igen, és 7% azt, hogy nem rendkívül elkötelezettek, ahogy Hont Gábor mondta, politikailag a nézőink. Innen fogjuk majd folytatni, még maradva a témánál, néhány perc múlva maradjanak velünk. Ön elmegye választani június 9-én, ez a kérdésünk a nézőinkhez. Nézzük a szünetben, hogy alakultak a válaszadási arányok egy nem reprezentatív önkéntességen alapuló mérés után. 93, igen, 7% nem. Nem mondom azt, hogy túlságosan megosztóra sikeredett ez a kérdés. Szendefi Máriával, az LMP elnökségi tagjával, Póta György gyermekorvossal, valamint Horn Gáborral, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnökével folytatódik az aktuál. Köszöntöm azokat, akik most csatlakoznak hozzánk. Magyar Péterrel fejeztük be. Tehát nem is csak vele, nyilván ő egy szimbólum, egy szereplő, de azért itt láthatóan a közvéleményben vannak olyan mozgások, amelyek nyilván az ő feltűnésének is köszönhetők, de ettől függetlenül nyilván vannak folyamatok, amik egyébként is az emberekben zajlottak, és elhangzott többször a műsor előző részében, meg egyébként másfél hónapja folyamatosan ez a kifejezés, hogy messiás várás. De nem lehet, hogy fordítva van a dolog, hogy nem várnak egy mesét, aki majd megmondja, aki majd utat mutat, hanem hogy az embereknek tényleg vannak motivációik, amit azáltal látnak megvalósíthatónak. Az rántja ki őket az apátiából, hogy van egy ember, akibe bele tudják látni, egyébként valószínűleg több oldalról érkeznek az ő támogatói, de mindenki bele tudja látni azt, amit ő maga belül, mert a választópolgárról beszélek, megél. De ez nem úgy néz ki, hogy megérkezik egy messiás, és hirtelen megtérít mindenkit, hanem szerintem lehet, hogy pont fordított a folyamat. Van egy tömeg, amely kívánja azt, hogy valaki mögé, mellé oda lehessen állni. Igény biztos, hogy van erre, tehát az vitathatatlan, csak hát egyrészt olyat ismerünk a történet, hogy jönnek a messiások, tehát, és akkor ez igaz. Ilyet tudunk néhányat mondani. Vallások szerveződnek erre, népmozgalmak. De azért látni kell, hogy a Magyarországon kialakult politikai értelemben egy
egy állóvíz. Tehát bemerevettek a politikai helyzetek, a Fidesznek megmaradt ez a 2-2,5 milliós stabil tábora, láthatóan a DK nem tudta túllépni ezt a 15-20%-ot, a többiek meg épp hogy voltak. Elnézést még egyszer. Hát most különböző... Hát de ha ezek a számok, hát most udvarjaskodhatunk, de maradjunk az algebrában. Jobban volt, mint a nem tudom, hogy tehát, és ez egy tényleg nem mozdult, minden hónapban nekünk külön kínszenvedés volt, hogy a kutatásunkon mit mondjuk, mert úgy nem változott semmi. És most ebben emögött az van, hogy egyszer nem látják, nem látták a választók, miközben van egy nagyon nagy igény arra, hogy történjen valami. Tehát félreértés ne essék, az Orbán világgal a magyar társadalom többsége elégedetlen. Ezt biztosan lehet mondani, de ez nem Magyar Péter miatt elégedetlen, meg nem a korrupció miatt, meg nem a kegyelmi ügy miatt, hanem azért elégedetlen, mert 20%-os volt az infláció, elvitte a megtakarítások jó részét, mert rosszul élnek az emberek, mert rossz az oktatás, nem működik az egészségügy. Tehát, hogy rossz, egyszerűen egy olyan ország, hogy csúszik le Magyarország jelentős mértékben az európai szinten, tehát tényleg mi vagyunk a sereghajtók, és ez összerakódik az emberek fejében, nem a hívő tagozatok fejében, de a többiekben, és azt nézik, hogy de jó, de akkor hova menjek? És most jön valaki, akkor azt mondja, hogy gyere ide hozzám. Én nem ilyen vagyok, mint ők. És ráadásul belülről jön, ugye, mert ha megnézzük ezeket a szövegeket, ezt akartam még elmondani, aztán abba hagyom, amiket Magyar Péter mond, akkor ha alaposan megnézzük, az ellenzék 14 éve ezt mondja. Tehát ezeket többször hallottuk, mint ahányszor nem hallottuk. Igen. Tehát igazából... Kunhalmi Ági egyik beszédjét elővehetnénk, és a március 15-én elmondott szövegét, ő is elmondott volna. Nem ilyen jól, de tartalmában mondom most. Azok, amiket ott elmondott, mi se ide, se oda, se úgy, semmi magyar, ezek mind mindenki, ez volt. Tehát a Hadházi más sem mondott nekünk minden megszólalása, mint amit most kérdésként is. Tehát szerintem ezt a 9 kérdés a Hadházi ugyanígy föltett, lehet, hogy már föl is tette, nem egybe, hanem külön. Hát ez konkrétan annak a felvételnek a tartalmára vonatkozik. Így van, úgyhogy, de nem ebbe a kontextusban, de más kontextusban sokszor fölmerül. Másképpen Rogán Antalnak van-e köze, kicsoda a Tóni, hát hányszor. Igen. Mégis attól, hogy valaki belülről jön, valaki azt az érzetet adja, hogy ezt nem csak tudtam, hogy így van, hanem most le is lepleződött, ez egy új helyzet. És ezt érezzük ebben az egész történetben, nem tudom, hogy meddig tart. A gyors körkérdés, tehát a két szó van, ezt most nem a nézőknek tettük fel ezt a kérdést, csak és jó, tesszük fel. 6-án szombaton sokan vagy nem sokan lesznek, és ez a sok, ez egy relatív fogalom természetesen, nagy várakozások vannak a magyaristák körében, másfelől viszont az elmúlt bő hétben olyan negatív kampány volt vele a személyével, a házasságával, a viselkedésével kapcsolatban, ami azt nagyjából sejthetjük, hogy mindenkit ledarált volna tulajdonképpen a közélet térképéről. Mennyire van ő teflonból, ahogy most divatos mondani, hogy lecsúsz, vagy golyóálló, hogyha úgy tetszik. Szóval sokan vagy kevesen lesznek a tüntetésén, vagy a demonstrációján a Kossuth téren. Mik a tippek? Én kezdjem akkor? Szerintem sokan. Hát egyrészt ugye látjuk azért a Facebook eseménynek, amikor én utoljára néztem, tegnap azt hiszem 27 ezeren regisztráltak, hát az nem mind megy el, de mennek helyette mások, tehát szerintem az a tömeg, ami összejött március 15-én, amit ugye 30 ezer körülire becsültek legalább, az szerintem nagyjából most is ott lesz. És ugye azt látjuk, most nyilván nézve az ember ugye a Facebookról tudja ezt, hogy a követők, de a követőt, például a Facebook követő tábor az meg se rezzent. Tehát azok a 30-40 ezer lájkok ugyanott ott van a posztok alatt, mint előtte. Tehát úgy tűnik, hogy a Magyar Péter, hát nem véletlen volt, bár bocsánat, de ugyan el része, azért valamennyire ki is tanulta a kommunikációt. Pont nem olvastam, hogy át, hogy írta a Varga Juditnak. Tehát, hogy ugye mindig az a lényeg a politikában, amit nagyon sokan elfelejtenek, abba hagyom, igen, hogy a saját tábornak tud-e kommunikálni, és a saját táborról lepattan-e a támadás. És úgy tűnik, hogy ő a saját táborát azt egybe tartja. Szerintem nagyon sokan lesznek, meglepően sokan lesznek, többen lesznek, mint március 15-én, és ezeknek egy jó része a kíváncsiság miatt fog oda menni. Egyszerűen érdekes ez a történet. A politika állóvizében megjelenik valaki, érdekes, szombaton jó idő lesz, miért nem menjünk ki, most volt húsvét, elmentünk a családdal, most akkor kimegy, megnézzük, ez is egy eset. Tehát szerintem arra lehet számítani, hogy nagyon sokan lesznek, meglepően sokan, csak szeretném jelezni, hogy Csurka István rendezvényein nagyon-nagyon sokan pontosan voltak ez mindig, pont de ez önmagában nem jelent semmit. Ahányszor akart, annyi szóraktat el a Kossuth teret. És ez nem azt jelenti, hogy a magyar olyan, mint a Csurka, hanem azt jelenti, hogy önmagában... Értem. Önmagában világos, hogy kezeljük helyén. Világos, értem. Egyébként teljesen ugyanezt mondod, tehát én is azt mondom, hogy nagyon sokan lesznek, jóval többen, és hogy egyrészt
ez a karaktergyilkosság, az most már mondjuk azt, hogy magyar hívőket nem tudta eltántorítani, ezt több nyilatkozatból különböző emberektől hallottuk az elmúlt napokban, és én is ugyanarra gondoltam, amit te mondtál, Gábor, hogy a kíváncsiak lesznek nagyon sokan, amik kijönnek, és igen, a csurkák mindenki az van, hogy az, hogy kimegy, lehet, hogy 100 000 ember is kint lesz, én még megmerem kockáztatni ezt a számot is. De a 100 000 ember, még ha mind Magyar Péterre szavazna adott esetben egy pártban, akkor se érne el semmilyen pontot, és itt jön be a csurka, hogy pontosan darabra annyian szavaztak rá utána a parlamenti választásokkor, ahányan kint voltak. Tehát az összes aktivista, mindenki ott volt, viszont nem tudtak azon kívül senkit. És ezt csak azért mondom, mert itt jön majd a meglepetés, tehát az, hogy lehet, hogy akár több mint 100 000 ember is lesz, de hogy ez jelenti-e azt, hogy 500 000 vagy 1 millió ember szavazna adott esetben rá egy 2 hónap múlva esedékes választáson, ez már egy erős kérdés. Csak egy fél mondat erre, mert aztán tényleg tovább azt látom, hogy akar lépni. Mi az? Van még témány bőven. Hogy itt bejön egy olyan szempont, mert láttunk már ilyeneket a régióban, hogy valaki előjött a semmiből, és nagyon gyorsan, nagyon komoly sikert. Itt, hogy a Cseh Babis például. De ott volt egy különbség a Magyar Péterhez képest, hogy a Babis egy nagyon gazdag ember volt. És innentől kezdve az elkövetkező 2 hónap nagyon sokba fog kerülni. Tehát nem olyan, mert ugye itt jön egy kampány, vagy már van egy kampány, ahol el kell jutni a faluba is, meg kell mutatni magamat, ott kell lenni valamivel, szórólap vagy emberekkel, tehát innentől kezdve erőforrás kérdéses a dolog. Fogalmunk sincs, hogy mennyi erőforrás van a történet mögött. Nem besz, meg se kérdezi az újságíró, szerintem helytelenül, nem tudom, hogy volt erre alkalom, hogy ne haragudjon, uram, honnan van a pénz arra, amit itt látunk, mert azért itt professzionális működés ugye van. Az rá egyébként a válasz, hogy ott vannak neki az online felületei, ugyanúgy posztol, mint Trump folyamatosan. Trump csapatot tudja, hogy hány fős lehet, aki az... ugyanúgy posztol, mint Trump. Jó, ezért nem gondolom, az hogy... Több 10 000 ember. Tehát... Nem, most erről nem tudunk, de arról tudunk egyébként, hogy úgy tudjuk, hogy ő valóban nyomogatja a telefonját azt folyamatosan, és egyelőre működik. De a azt dolog. Hiszem, csak ő csinálja, az képtelenség. Lehet, azért vannak, akik őt kedvelik, és akkor ők segítenek neki. Na, menjünk tovább egy kicsit, hogyha már úgyis itt van egyébként az LMP elnökségi tagja, akkor talán főpolgármester jelölti vita kapcsán neki is föl lehet tenni majd néhány kérdést, de először nézzük, hogy a közvetlenül érdekelt felek mit mondanak. Két hónap múlva újra az urnák elé várják a választókat. Június 9-én lesz a következő önkormányzati választás, amelyben jelenleg 5 főpolgármester jelölt van versenyben. Én nagyon szívesen vitatkozom bárkivel, nyilván elsősorban azzal, aki a fő kihívom, hiszen nekem a Fidesszel van vitám, és nekem az a prognózisom, hogy valójában Vitézi Dávid lesz a Fidesz jelöltje, sőt, valójában ő a Fidesz jelöltje, és én szeretném megvárni, amíg ez a helyzet tisztázódik. Ez a meccs, ez köztünk fog Karácsony Gergellyel végül szerintem abban a tekintetben lejátszódni, hogy ott lesz Szentkirály Alexandra a szavazólapon, ezt nem tartom egy reális feltételezésnek, hogy nem, de a legesélyesebb ennek a választásnak a kihívói szerepére valóban a különböző felmérések szerint én vagyok. Szentkirály Alexandra a Fidesz-KDNP jelöltje híradónak mindenre azt írtam, hagyjuk ezt a műmácsó tempót. Karácsony Gergely és Vitézi Dávid azt hiszik, hogy maguk között döntik majd el, ki a legjobb jelölt Budapest élére. Szerintem ezt a budapestiek döntik el. A Jobbik konzervatívok jelöltje pedig úgy véli, Karácsony rosszul teszi, ha nem áll ki vitázni. Na tessék! Na. Hát akkor kezdjem én. Hát akkor. Azt mondom, hogy ezt megkaptam, ugye, hogy itt... Igen, itt igen, ezt kérdezni se kell, ez egy ott a labda. Kérdezni se kell, mondom magamtól, hát a műmacsóval kezdeném talán. Szóval itt most kivételesen kicsit megvédem Karácsony Gergelyt, mert az azért nagyon vicces, hogy most műmacsó, és ugyanlőkszem tarlós meg feminin politikusnak hívta. Tehát azért jó lenne a Fidesz kommunikáció eldönteni, hogy milyen, de hát ez nyilvánvaló egy... Te egy gender fluid körben kezeli Karácsony Gergelyt a Fidesz részére. Transz, vagy nem tudom mi. De hát nyilvánvaló, hogy ez egy nagyon gyermeteg védekezés Szentkirályi Alexandrától, tehát arról van szó, hogy a közvéleménykutatási adatokban mindegyikbe, amit én láttam, ő a harmadik helyen áll. Tehát ennek semmi köze ahhoz, hogy ki férfi vagy ki nő, arról van szó, hogy a Fidesznek Budapesten 20% alatt van úgy tűnik a támogatottsága,
És rátérve a Vitézi kérdésre, én egyébként azt nem értem, hogy itt az elején ugye beszéltünk róla, azt is minden közvéleménykutatás alátámasztja, hogy a Fideszről leszakadt több százezer szavazó. Na most ők azért valahova menni szeretnének. Én nem értem, hogy a Karácsony Gergelynek, meg ugye a nagyon ellenzéki szavazóknak mi a baja azzal, hogyha vannak olyan jelöltek, akik például képesek megszólítani az ilyen szavazókat. Tehát Vitézi Dávid, tehát amikor én azt látom, hogy fideszesek szavaznának Vitézi Dávidra, én annak örülök, mert itt megutalnék arra, amit a Gábor mondott, hogy állóvíz van, hogy beálltak a vonalak, de most ha fideszes szavazókat sikerül egy ellenzéki jelöltnek megszólítani, az megint csak az állóvíznek a felkavarása. De erre mondja az Karácsony Gergely, hogy a képlet egyszerű, Szentkirály Alexandra visszalép, és akkor a Fidesznek tulajdonképpen ott van jelöltként Vitézi Dávid, úgyhogy egyébként az LMP. Na most ez egy mondat, és akkor átadom a szót, mert erre muszáj reflektálni. Tehát ez is szerintem egy iszonyatosan manipulatív és félrevezető kommunikáció Karácsony Gergely részéről, mert először ugye az volt, hogy a lesz egyébként, azt remélem, párbeszédes politikus is ebben a műsorban, akinek még lesz alkalma erre reagálni, tehát a vendég meghívásnak a körülménye miatt igen. Van az, hogy most kicsit ilyen egy oldalúra sikerül a dolog, ezt nézzék el nekünk. Sportes beszédet tartani, de próbálom engedem. Rövidre fogni. Tehát alapvetően, tehát milyen dolog ez? Tehát, ugye először az volt, hogy a Fidesz nem... Bocsánat, az milyen dolog, hogy egy politikus a politikai szempontjai szerint minősíti az ellenfelét? Hát nem, ez, az milyen dolog, hogy először azt mondták, hogy nem is lesz a Fidesznek jelöltje, mert a Vitézi. Akkor lett jelöltje. Most már van, tehát én arra vagyok kíváncsi igazából, és én szintesen meghallgatom párbeszédes politikusok véleményét erről, hogy mi az a pont, amikor Karácsony Gergely meg a hívei mondjuk elfogadják azt, hogy a pályán marad. Tehát mit fognak akkor mondani, hogyha ott vagyunk, nem tudom, június 9-én, és ott van a startvonalnál Szentkirályi Alexandra és Vitézi Dávid, aki az LMP jelöltje, és Karácsony Gergely, aki pedig ennek a baloldali összefogásnak a jelöltje, most már leginkább Gyurcsány Ferenc jelöltje. Tehát, szerint ugyanaz, amit a Fidesz mond, hogy ő tulajdonképpen Gyurcsány. De minket nem zavar az, hogy a Karácsony a DK jelöltje is lett. Pontosság kedvére az a Momentum is támogatja Karácsony Gergelyt például. Így van. És a kutyák is azt mondták, hogy tulajdonképpen, azért nem, ez azért szerintem az, hogy Gyurcsány jelöltje lenne, azért az messze van az igazságtól. Tehát minden Gyurcsány. Akárkinek egyszerűen. A jelöltje, tehát tényleg ne címkézzük, egyetértek, akárkinek a jelöltje, álljon ki vitára. Tehát nem minősítgessük egymást valóban, hogy kinek a jelöltje, de azért egy demokratikus politikusnak kiállni vitára, az kötelessége. Ott nem bújhat ki. Ebben teljesen egyetértünk, szerintem a Karácsonynak ki kell állni vitára, úgy tudja megoldani ezt, hogy az összes jelölt el áll kivitázni, és akkor az egy működésképtelen vita lesz, mert ott fog ülni a Brenner programtól kezdve, a nem tudom én ki, innentől kezdve egy nézhetetlen műsor, de nincs más megoldás, tehát csak ez van. Teljesen nézhetetlen, szóval egész biztos vagyok, ezt így televíziósként hadd mondjam, egyébként nyitottak vagyunk arra, jeleztünk már korábban, hogy az ATV az természetesen helyet ad egy olyan vitának, egy olyannak is, amit érdemes lesz nézni, meg hát, hogyha éppenséggel úgy jön össze, hogy nem volna olyan nagyon érdemes nézni, de egyébként az is érdeke, minden érdekes lesz. Tehát szerintem vitának lennie kell. Karácsony nyilván egy politikai eszköz használ, amikor ezt mondja, hogy hát itt ugyanarról van szó. Szerintem Szentkirály nem tud visszalépni, mert ha visszalép, akkor a Fidesz listája legalább 5-6 pontot zuhan. Mert abban a pillanatban megzavarodik a fideszes szavazó, igen. Neki nincsen kire. Értem, a főpolgármesteri szék elsősorban talán a cél közepe, hanem a lista és a fővárosi közgyűlés. Az volt a cél, nem volt ez az egész történet. Innentől kezdve az egész érdekes lesz a magyar viszonya ez az egész történet, hogy beszáll ebbe? Mert ugye kérdezték tőle ezt, és azt mondta, hogy a Vitézi nála nem játszik, tehát ugye tette ilyen kijelentést, mert ugye mondhatta volna azt is, hogy hát mi együtt jöttünk. Meg azt mondja, hogy Karácsony, akkor azt mondják rá, hogy Gyurcsány, és akkor pont megint kész van. A Vitézi életében azért én teljesen megértem az LMP minden törekvését, de azért azt tudni kell, hogy ez a fiatal ember egész életét azért a Fideszen belül méghozzá elég jól tengette. Volt olyan, Magyar Péter is. Magyar Péter is, tegyük hozzá. Volt olyan múzeum igazgatója, ami nem volt, méghozzá sok pénzért. Tehát azért itt a történethez ez hozzátartozik, és szerintem egy dologban téved Vitézi Dávid, és ezért fog szerintem Karácsony nyerni, mert politikai kérdés, nem szakmai kérdés az, hogy ki a főpolgármester. Mindenütt a világon. Nézzük meg most éppen a török helyzetet. Isztambulban.
elhambult. Igen. Ez egy nem azon fog múlni, hogy ki tudja jobban elhitetni azt, hogy a bicikli útnak nem arra kell menni, nem arra kell menni, hanem azon fog múlni, hogy a budapestiek többsége azt gondolja, hogy ellenzéki kézben maradjon Budapest. És ha ezt gondolja, akkor a Karácsony fogja választani. Meglátjuk. Ezért fog a Karácsony nyerni. Ettől még szerepelhet nagyon jól a Vitézi, és ez az LMP-nek lehet nagyon jó. Doktor úr? Az az igazság, hogy én, mint egyszerű budapesti állampolgár, tehát budapesti születésem óta budapesti lakosként, akkor hogy mondjam. Tehát igazából az egyik probléma, hogy miközben Vitézi Dávid az első megnyilvánulásai során azt mondta, hogy ugye Budapest az ne a két nagy párt csoportosulásnak ugye a vita területe legyen, és nem országos politikát, hanem budapesti szakmát kell csinálni. Ezt képest a második megnyilvánulásában Karácsony Gergellyel szemben rögtön azt mondta, hogy hogy ő az ellenzéke, hogyha tehát tulajdonképpen ő maga rögtön rávitte a második megnyilatkozásában a nagy politikára a kérdést, amivel egyetértek, amit a Gábor mondott, tehát én egyetértek, hogy ez egy politikai kérdés, csak ugyanaz, hogy azzal is el kéne dönteni akkor, hogy most akkor melyiket csináljuk. A másik ugye, az egy nagyon kedves megjegyzésem, ha már mindig csak a két milyen macsorot? Mi macsorról beszélünk, és ugye a fontos jelöltet nehogy kihagyjuk. Kihagyjuk. Tehát azért az a megjegyzés tetszik, hogy Szentkirály Alexandra csak csak azzal hajlandó vitázni, aki ugye hát kvázi osztja az igét, és az Gyurcsány Ferenc. Azért Karácsony Gergely meg Orbán Viktorral vitázol, nem? Mondani, hogy ezen az alapon tulajdonképpen nem tudom, hogy mi most itt miről beszélünk, mert ha igazuk van, akkor ezeknek a vitáknak csak Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc között szabadna lezajlani. Azért azon nagyon örülnék, hogy egy önkormányzati választás kapcsán látnánk újra egy Gyurcsány-Orbán vitát. Igazad van, csak ezért mondom, hogy tehát, ha elvárja, hogy Karácsony helyett ugye a főnök jöjjön az ő szavaival élve, akkor azért Szentkirály Alexandrát, mint önálló entitást Orbán Viktortól független tenni, azt hiszem, hogy ezt még ő maga se gondolja komolyan, nem, hogy bárki más rajta kívül. Én például szívesen megnéznék egy Szentkirályi Gyurcsány vitát. Tehát én a magam részéről... ezt mindegyiket, tehát persze az intellektuális érdeklődés abszolút megvan iránt. Van egy kis sütnivalója, akkor azt mondja, hogy én állok rendelkezésre. Kérem, hölgyem, jövök, mondja meg, hogy mikor, én nem egy műmacsó vagyok, hanem egy igazi macsó. Bár hát ugye főz, tudjuk egyébként. Igen. Még egy mondatot hadd reagáljak a Gáborra, tehát hogy az LMP nyer Vitézi Dáviddal, ez nyilvánvaló, tehát így van, de azt mondom, hogy a civilek is, tehát nem véletlen, hogy ez egy civil LMP indulás, egyébként kérdés, nagyon ugye büszkék vagyunk, és ne feledkezzünk el a kicsit apolitikus tömegekről. Tehát amit mondtál, abban sok igazság van, de nem véletlen van 30-40% bizonytalan Magyarországon. Tehát igenis fogadjuk el, hogy vannak emberek, akiknek meg pont elegük van ezekből a pártpolitikai csatározásokból, és akik igenis azt szerint akarnak majd választani, hogy megy a járda, hogy van a bicikli út, és ki az, aki ért ehhez. Na meglátjuk, hogy mi lesz az eredmény június 9-én, majd túl sokat nem kell aludni, hamarabb itt lesz, mint gondolnak. Nézzük meg gyorsan egyébként, hogy az önök körében milyen a szavazási hajlandó. Természetesen nem pártokra vagy jelöltökre fókuszálva, hanem egyáltalán arra, hogy az urnákat szeretnék-e meglátogatni. 94-6 elérjük az aránya. Még egy kicsit Putyin beszélgetünk erről, bár csak 5 perc van a műsorból. Nézzünk gyorsan egy olyan témát, az egyiket az amerikai nagykövetség tette közzé. Ezt most csak így beszélgetés közben fogjuk mutatni, a háttérben látni fogják majd önök is. Nevezetesen arról van szó, hogy az amerikai nagykövetség egy videóban mutatta be, hogy európai országai hogyan váltak le az orosz gázról, ehhez képest Magyarország mennyire nem. Ez az egyik hír, amilyen orosz-magyar vonatkozású, a másik hír pedig az, hogy egy cseh főszerepléssel, legalábbis ami a nyomozást, az eljárásokat illeti, felgöngyölítettek egy orosz propagandahálózatot, amelynek a szálai Magyarországra is elvezettek. Mi ennek a tanúsága, mi az, ami ebből leszűrhető? Egyébként ennek a propagandahálózatnak a felgöngyölítésében a magyar szolgálatok is részt vettek. Csattanús válasz azoknak, akik szerint a magyar szolgálatok egyenesen egyengetik az oroszok térnyerését. Szóval hogyan kommentáljuk ezt a két hírt? Hát emellé még oda vehetjük, hogy jön egy orosz bevásárló át Budapestre, nem csak Budapestre, Magyarországra is. Lehet, hogy majd őket is a kormány valahogy fel akarja vásárolni. Miközben lökjük ki a borzalmas, pusztustalan és haldokló nyugatot, akik hát tényleg már nincsenek is, ugye, már Németország se nagyon van, ahogy tudjuk, mit már jártól. Tehát azt gondolom, hogy tényleg
az nem vitatható, hogy Orbán és csapata Putyinékkal egy speciális kapcsolatot alakított ki, és Orbán azt gondolja, hogy van köztes út. Tehát, mint ahogy az LMP azt gondolja, hogy van egy ilyen civil út, tehát, hogy a politika mentesen lehet ezt csinálni, kicsit a Magyar Péter is ilyesmit gondol, hogy ő se nem jobb oldali, se nem bal. És Orbán is azt gondolja, nem azért, mert ő Putyin fogja, hanem ő szerintem őszintén elhiszi azt, hogy van egy olyan út, ami úgy néz ki, hogy mi nem a nyugathoz sem tartozunk, meg a kelethez sem tartozunk, hanem itt ingázunk, és ahol éppen nekünk egy kicsit jobb. Kövér László konkrétan azt mondja, hogy a kompország lényege, hogy jár. Igen, de ilyen út nincsen. Igen. Ilyen út nincs. Ez egy önmaguk becsapása, és sajnos ennek a levét nem ők isszák meg, hanem mindannyian. Bocsánat, csak én azért, mert amikor ezt a videót ugye a kormány oldalról reagálták, akkor eljöttek, hogy persze, mert ugye a csehek azok most a németektől vesznek méregdrága LNP gáz, vagy LPG. LPG, bocsánat, hülyeséget mondtam, elnézést mindenkitől, bár ránézem. Nem tőlük veszik a gáz. Tehát elnézést, ez egy nagyon csúnya lapszus volt a részemről, LPG gáz, hogy a lengyelek is mindent. Na most ezzel szemben azért megjegyzem, hogy mi nem a legolcsóbb orosz gáz, mert akkor még lenne valami logikája a dolognak, hogy hát mi azért maradunk, mert a rezsicsökkentés, meg minden is annyira olcsó ez az orosz gáz, hogy mi ne kívánják, hogy most a drága amerikaira váltsunk, csak politikai okokból. Nem, mi méregdrága orosz gázon maradunk, lehet, hogy egyébként nem túl olcsó másik gáztól, de kétségtelen tény, ez azt a kérdést veti föl nálam legalábbis mindig, hogy most tartozunk egy tömbhöz, vagy nem tartozunk egy tömbhöz, és hogyha egy tömb valamit egységesen eldöntött, akkor ez a kompország, tehát azért a komp ne csúszson már ki mindig abból, igen, a kikötőből, mert azt egy másik kifejezéssel szoktak alkalmazni, amit azt most nem mondani. Ne feledjük el azt sem, hogy az, hogy az európai gáztőzsdén a gáznak az ára az bőven a háború előtti szint alatt van, az köszönhető annak, hogy van kellő kínálat, és ez köszönhető az amerikai cseppfolyósított gáznak. Na most képzeljük el, hogy egyébként az amerikai gáz hiányozna az európai piacról, akkor volna csak igazán méreg drága a gáz. Ez egy nagyon alapvető közgazdasági levezetés volt, és ennél mélyebben nem is megyek bele, viszont mutatunk egy számot, jó nagy szám, a Bank 360-nak az adatai alapján látható ez. Ez a szám pedig úgy néz ki, hogy 1700 milliárd forint, ennyi az a pénz, amelyet a magyarok külföldi bankszámlákon tárolnak. Jelentősen nőtt az elmúlt bő 10 évben ez az összeg, és nyilván az orosz agresszió az végképp meglökte ezt, hogy a magyarok családok a pénzüket azt viszik ki az országból. Egy perc van a műsorból, hogyha lehet egy-egy mondatban reagálni erre a tényre. Én még, bocsánat, én akkor az egy percet arra használnám, hogy az előzőre reagáljak. Nem, de összesen van egy perc. Összesen de egy percbe. Jó, tehát, hogy igazából szerintem a probléma az a szervilizmus, tehát, hogy van gazdasági racionalitásra, hogy például orosz gázt vásároljunk, csak itt egy kicsit több látszik, és azért az amerikai ügyhöz annyit, hogy azért a szuverenitás védelem, azt gondolom, mind a két irányba kéne, hogy álljon, tehát sem az oroszoktól nem kéne ennyire függnünk, de én személy szerint azt se tartom teljesen helyesnek, hogy az amerikai nagykövetség mondjuk politikai videókat tesz közzé Magyarországon. Miközben a magyar kormány, igen, rendszeresen beavatkozik, igen, mindenféle helyeken. Igen. Én annyit adnának ez az 1700 milliárdhoz, ami egyrészt a bizalmatlanság legtöbb jele, de van egy másik oldal. A nyolcada egyébként, igen, a magyar bankbetétek megtakarítása. Van egy másik érdekes adat, hogy szintén mai hír, csak nem került ide, hogy jelentősen megnőtt a Magyarországra beáramló külföldön dolgozó magyaroknak a hazautalt pénzet. Egy kicsit kiegyenlíti ez a kettő egymást, tehát önmagában ez azért nem ez az igazi tragédia, hanem az iszonyatos eladósodásunk, amire most nem fogunk beszélni, de ez azért, ha ezt látnám én, mint pénzügyminiszter vagy miniszterelnök, akkor azért elgondolkoznék azon, hogy tényleg az a gazdaságpolitika legjobb, amit művelek. Doktor úr. Én csak egy kérdést szeretnék föltenni, hogy honnan tudják ezt az 1700 milliárdot, és mi van azzal a többi pénzzel, amiről nem tudnak? Hát igen. Jó, az egy másik műsor lesz, lehet, hogy nem is egy. Érdekesek lesznek, ha ezzel kapcsolatban is lesznek, hogy hangfelvételek például. Na nézzük, önök június 9-én a szavazó urnákhoz járulnak-e. Nyilván a nézőinkre és az ő önkéntes válaszaikra alapul ez az eredmény, 94, igen, 6% nem. Ez most már a végeredmény, ne szavazzanak. Köszönöm szépen a beszélgetést Szendefi Máriának, Póta Györgynek és Horn Gábornak, önöknek pedig a késő estig tartó figyelmet. Holnap este is találkozunk, majd vigyázzanak egymásra és magukra, és jó éjszakát! Köszönöm.